Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az ATV. Megnevezte leendő oroszországi nagykövetét Donald Trump. John Huntsman az elemzők gyakorló diplomataként és tapasztalt politikusként tartják számon, aki az előző elnök idején Kínába akkreditált nagykövetként dolgozott, korábban pedig Utah állam kormányzója volt. Trump egyúttal arról is döntött, hogy tovább növeli a Közel-Keleten állomásozó katonák létszámát, újabb 1000 katonát küld Kuvaitba a terroristák elleni harcba. Donald Trump bejelentette, John Huntsman lesz az Egyesült Államok orosz nagykövete. Az 57 éves diplomata Barack Obama elnöksége alatt másfél évig Kínába delegált nagykövetként dolgozott, korábban pedig Utah állam kormányzója volt. Elemzők szerint tapasztalt politikus és gyakorló diplomata, az év elején még a Trump kabinet külügyminiszteri pozíciójára is esélyes jelöltként tartották számon. Huntsmanre most nem könnyű feladat vár, olyan időszakban kerül Moszkvába, amikor a két ország kapcsolata a hidegháború óta nem látott mértékben romlott meg, az ukrajnai és a szíriai események kapcsán is. Mr. Bishop, no. A kongresszusban közben tovább folyt a vita az előző elnök egészségbiztosítási rendelkezései tartalmazó Obamacare leváltását célzó javaslatcsomagról. This is a historic step. Ez egy fontos és történelmi lépés, hogy visszavonjuk az Obamacare rendelkezéseit. Több millió amerikai állampolgár, valamint vállalkozás terhein fogunk enyhíteni. Egy nagyon szakmai és elgondolkodtató vitát láttunk, amelyhez mind a két oldal képviselői konstruktívan álltak hozzá. Foglalta össze a vitát a képviselőház adózásért és vámokért felelős bizottságának elnöke. Elemzők viszont már kevésbé rózsásan látják a képet. Szerintük a képviselők lassan haladnak, pedig szerdán mind a két ház az éjszakában nyúló vitát tartott a kérdésről. A Trump által is támogatott javaslatot a demokraták mellett a keményvonalas konzervatívok is támadják, utóbbiak azért, mivel a tervezett intézkedés csomagban az Obamacare felvizezett verzióját látják. Közben újabb zsidó központot fenyegettek meg bombatámadással az Egyesült Államokban. A héten újabb hullám indult a merénylettel történő fenyegetőzésekben, amely ezúttal e-mailben érkezett. A központot átvizsgálták, de nem találtak robbanó szerkezetet, és a kiürítését sem rendelték el. Január óta már több mint 100 hasonló fenyegetés történt Amerikában. A nemzetközi nőnap alkalmából pedig ismét demonstráltak Donald Trump ellen. Amerikában több nagyvárosban tüntetések voltak, igaz, ezek többségében már csak néhány száz demonstráló vett részt. Szövetségi vizsgálatot indítottak az Egyesült Államokban a WikiLeaks legújabb botránykeltő szivárogtatásával kapcsolatban. A portál kedden több ezer titkosított dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA kibernetikai hírszerzési módszereiről. Tömegeket figyelhetett meg világszerte a CIA okostelefonok, televíziók és egyéb készülékek rendszereinek feltörésével. Így tűnik a WikiLeaks által kedden publikált dokumentumhalmazból. Sokan mondják, hogy akinek nincs rejtegetni valója, annak nem számít, ha megfigyelik. Szerintem viszont kell hagyni annyi magánszférát, hogy ne figyeljék meg az emberek magánbeszélgetéseit, mondta ez a nő. Az iratok a 2013 és 2016 közötti időszakból származnak. A WikiLeaks ausztrál születésű alapítója, aki Ecuador londoni nagykövetségénél számüzetésben kivételesnek nevezte az információkat. A felsorolt eszközök többségéről eddig is tudtuk, hogy megfigyelhetőek. Érzékelők vannak a telefonjainkban, a televízióinkban és más eszközeinkben, mondta egy kiberbiztonsági szakértő. A feltört és a megfigyeléshez használt eszközöket gyártó vállalatok még nem minősítették a kiszivárogtatott dokumentumokat. Ugyanakkor vizsgálatot indítottak az ügy kapcsán. A CIA csak teszi a dolgát. Évente dollármilliárdokat kap a kormánytól, részben pont a kémkedésre. Érthető, hogy ilyen eszközöket használ, amik törvényesen teszi, és nem amerikaiakat figyel meg, mondta egy másik szakértő. A CIA egyik szóvivője tagadta, hogy amerikaiakat figyeltek volna meg. Szerinte a WikiLeaks az Egyesült Államok ellenségeit segíti, és akadályozza, hogy megvédjék az országot. Az elnök nagyon aggódik amiatt, hogyha ezen állítások igazak, akkor a szivároktatásnak milyen hatása lehet a nemzetbiztonságra. A szivároktatókkal szemben a törvény teljes szigorával járunk el, mondta a Fehérház szóvivője.
Az iratok alapján az európai, közel-keleti és afrikai lehallgatások központjául a frankfurti amerikai konzulátus szolgált. Az FBI már vizsgálja, kik szivárogtathattak a WikiLeaks-nek. Kettős mércéről panaszkodtak a kelet-európai országok az EU élelmiszerügyi ülésén. A képviselők kérték, hogy az EU vessen véget annak, hogy a nyugati országokban jobb, a keleti országokban pedig gyengébb minőségű árukat szállítanak. A volt szocialista országok lakói jól emlékeznek a közeli nyugati országokba tett vásárlási utazásokra. A hiánygazdaság után tömegek autóztak át Csehszlovákiából a szomszédos Ausztriába és Németországba a jobb termékek reményében. A két ország lakosainak körében a régi szokás újra élett. Több tízezer cseh érkezik ide Dresdába, hogy itt vásároljon. Az emberek gyakran említik, hogy az ételek jobb minősége miatt jönnek ide. Több kutatás is azt mutatja, hogy a multinacionális cégek olcsóbb alapanyagokat használnak a kelet-európai országokba szánt termékeikbe. A különbség az állampolgárok számára is nyilvánvaló. Marika Maskova például egy cseh kisvárosban él a német határtól 50 kilométerre. Heti rendszerességgel megteszi ezt az utat, hogy német minőséget vásárolhasson. Az élelmiszer nagy részét itt vásároljuk, húst, füstölt termékeket, sajtfajtákat, joghurtokat. Szerintünk jobb az étel íze és minősége. A ruhákat és a tisztasági termékeket is itt vesszük, mondja a nő. A kelet-európai országok vezetői nemrég felháborodásukat fejezték ki, és etikátlannak nevezték, hogy ugyanazon termékek minősége változik attól függően, mi a célország. Az érintett államok felszólították az Európai Uniót, hogy vessen véget a kettős mércének. Laboratóriumainkban ugyanazon cég két termékét ellenőriztük, és kiderült, mások voltak az összetevői a keleti országokba szánt terméknek. A közös európai piacon ez elfogadhatatlan, mondta a szlovák mezőgazdasági miniszter. Egy megvizsgált német gyártmányú narancsital keleti piacra szánt változata nem tartalmazott egy cseppnyi narancsot, még ugyanaz a nyugatra szállított termék igen. Az érintett cégek azzal magyarázzák a minőség különbséget, hogy a kelet-európai országok vásárlóinak más az ízlésük és preferenciájuk, mint a nyugatiaknak. A szíriai helyzetről egyeztetett egymással a török, az orosz és az amerikai vezérkari főnök. A három ország katonai vezetői most első alkalommal ültek egy asztalhoz, hogy a közel-keleti régió konfliktusairól tárgyaljanak. Az egyelőre nem világos, miként borítja fel az erőviszonyokat az, hogy Donald Trump bejelentette, 1000 fős katonai kontingenst vezényelnek Kuwaitba, és meglebegtették azt is, hogy rövidesen felgyorsítják az iszlám állam elleni küzdelmet Szíriában és Irakban. Óvatosan optimista jelentést tett közzé az ENSZ szíriai külön megbizottja szerdán. 9 nap alatt többet értünk el, mint amire bárki számított korábban. Nincs szó csodákról, sem áttörésről, de van programunk és időkeretünk. Most első ízben tapasztaltuk azt minden résztvevő fél részéről, hogy ténylegesen tenni kívánnak azért, hogy érdemi párbeszéd indulhasson, fogalmazott a diplomata. Közben amerikai csapatok az iszlám állam szíriai központjaként számon tartott Raqqa elleni offenzívára készülnek. Washington szerdán közölte, hogy a légicsapások koordinálására egy kis létszámú tengerészgyalogos egységet vezényeltek a város közelébe. A település szárazföldi ostromában az Amerika által támogatott milicisták is részt vesznek. Tegnap érkeztünk meg ide az Eufrates közelébe, miután több közeli falut is megostromoltunk és felszabadítottunk, mutatta be a helyzetüket a szír demokratikus erők egyik fegyverese. Közben az iraki kormányfő is arról beszélt, továbbra is fenntartják a jogot arra, hogy szír területen hajtsanak végre katonai akciókat az iszlám állam ellen. Tiszteletben tartjuk az államok szuverenitását, és Damaszkusztól jóváhagyást szereztünk arra, hogy szír területeken csapást mérjünk terrorista szervezetekre. Ezek a csoportok autóba rejtett pokolgépekkel hajtanak végre merényleteket Bagdadban és más iraki városokban is, fogalmazott Haider al-Abadi. Az iszlám állam az elmúlt hónapokban is több merényletet hajtott végre az iraki fővárosban. Szakértők szerint a terrorcsoport több száz embert ölt meg, és mintegy 35 milliárd dolláros kárt okozott az iraki létesítményekben és infrastruktúrában.
Damaszkusz közelében több légicsapás is történt. Közösségi médiára feltöltött felvételeken azt látni, hogy a fehér sisakosok túlélőket keresnek a bombázás által romba döntött épületeknél. Hírügynökségi jelentések alapján a térségben a szír állami haderő hajtott végre légicsapásokat. A célpont az Al-Qaidához közel álló szervezet volt. A brit gyarmati korból származó, ráadásul már visszavont törvényt használnak Egyiptomban az ellenzék elnyomására. Ezt állítja egy jogvédőszervezet, amely a brit nemzeti levéltárat megvizsgálva 95 oldalas jelentést készített a jogszabályról. A hatóságok utazási tilalmat rendeltek el velük szemben, és befagyasztották forrásaikat, így a beszámoló a tervezetnél 2 évvel később készült el. Hosszú évtizedek óta használják az ellenzék elnyomására Egyiptomban az 1914-ben elfogadott gyülekezési törvényt. A jogszabályt még a brit gyarmattartók fogadtatták el, hogy megakadályozzák a hatalmuk elleni tiltakozást. Az Emberi Jogi Tanulmányok Kairói Intézete kiderítette, hogy a törvényt 1928-ban visszavonták, csak a döntést nem tették közzé. A civil szervezet a brit nemzeti levéltárban megtalálta az akkori brit nagykövet és az egyiptomi külügyminiszter levelezését. Ebből kiderült, hogy első Fuad egyiptomi király arra kérte a briteket, akadályozzák meg a törvény visszavonását, de nem kapott segítséget. Az uralkodó megvétózni sem tudta a döntést, de megakadályozta annak kihirdetését. A törvényre így a gyarmati korszak vége óta is szabadon hivatkozhattak a bírósági ítéletekben. A monarchiát megdöntő Gamal Abdel Nasser 1968-ban még szigorított is rajta az akkori tüntetések után. Két aktivista, akiket a törvény alapján ítéltek el, ellenzéki vezetőkkel és ügyvédekkel a bíróságon követeli a jogszabály eltörlését. Szerintük erre kevés az esély, ráadásul a parlamentben a jelenlegi elnök hívei vannak többségben, akik bármikor elfogadhatnak egy hasonló törvényt. A maximális börtönre vagy halálra ítélt személyek esetében a bíróságok sok esetben az 1928-ban visszavont gyülekezési törvényre hivatkoztak. Indítványoztuk, hogy többé ne alkalmazzák a jogszabályt és hirdessék ki a megsemmisítését, mondta egy ügyvéd. Ha legalább 5-en összegyűlnek, és a rendőrség ezt veszélyesnek ítéli meg, akkor a résztvevőket 1/2 év börtönre ítélhetik, anélkül, hogy bármit elkövetnének. Ha pedig valaki bűnt követel, akkor mindenkit felelősségre vonhatnak. Azt is, aki csak másokat hívott meg, de nem volt ott. Tűz ütött ki szerdára virradó éjjel egy bántalmazott és problémás fiatalokat elszállásoló Guatemala intézetben. Legalább 19-en életüket vesztették, mindannyian 10 éves lányok, többen pedig égési sérüléseket szenvedtek. Az elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett, a kormány pedig az intézetben uralkodó körülményeket bírálta. Aggódó hozzátartozók gyűltek össze szerdán ennél a 10 éveseknek fenntartott guatemalai intézetnél. Az épületben kedélyen tűz ütött ki, amelyben fiatal lányok haltak meg. Anyaként nagyon fájdalmas ezt átélni, a lányom nem ezt érdemli. Remélem nincs az áldozatok között, mondta egy édesanya. A hatóságok szerint a bentlakók egy csoportja matracokat gyújtott fel. Órákkal korábban a rendőrségnek az otthonban kitört zavargás miatt kellett intézkednie. Ez tragédia, és sajnos épp aznap történt, amikor a dolgozó nők a jogaikért tüntettek. Nagy szégyen ez az államnak és az egész világnak, mondta egy bíró. A zavargásokban többen megszöktek, de később elfogták és elkülönítették őket. Néhányan arról számoltak be, hogy az intézetben bántalmazás és szexuális zaklatás áldozatai voltak. Az ügyészséggel próbáljuk kivizsgálni, hogyan történt a tragédia, és vannak-e jogi értelemben személyi felelősei, mondta a rendőrség nyomozati osztályának vezetője. Az intézet túlzsúfolt volt. 400 főre tervezték, de többen laktak benne. Olyan fiatalok, akiket elhagytak a szüleik, bűncselekményt követtek el, vagy maguk lettek bűncselekmények áldozatai. Kitörő örömmel fogadták a Barcelona szurkolói, hogy csapatuk a várakozások ellenére tovább jutott a Bajnokok Ligájában. Katalónia fővárosában tömegek gyűltek össze annál a szökőkútnál, ahol a Barça győzelmeit szokták ünnepelni. A drukkerek a csapat zászlaját lengették, énekeltek és petárdáztak, miután kedvenceik történelmet írtak.
A katalánok a nyolcaddöntőben a Paris Saint-Germain ellen játszottak, akiktől az első meccsen 4-0-ra kikaptak. A visszavágóban viszont 6-1-re verték őket. A BL történetében előttük még senkinek sem sikerült 4 gólos hátrányt megfordítva tovább jutnia. Önök a világhírodot látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátás!